Három középiskolás osztály vett részt a könyvnapja alkalmából tartott rendhagyó irodalom órán a Kalocsai Könyvtárban. Az intézményben már több éve szerveznek programot a könyv tiszteletére. 1995-ben az UNESCO április 23-át a könyvnapjává nyilvánította, mely azzal a céllal valósul meg azóta is, hogy az emberekkel felfedeztesse az olvasás szépségét és ösztönözze őket a kötetek forgatására. Kialakult egy olyan tradíció, hogy minden alkalmat megadunk arra, hogy a középpontba kerüljön a könyv, mint nagyon fontos eszköz, nagyon fontos dolga számunkra, ugyanis az eddigi tudásunknak jó részét a könyvekből szereztük. Az előadáson Gera Csontos Hajnalka, a Kalocsai Református Gyülekezet lelkipásztora beszélt a könyvek könyvéről, a Bibliáról, bemutatva a Szentírást úgy, hogy a fiatalok kedvet kapjanak annak olvasására, hiszen ez érettségi tétel is. Hallhattak a könyv részeiről, és egy-egy érdekesebb történetet azok megírásáról. Az Ószövetség íratok azok több ezer évesek, az Új Szövetség íratok pedig Krisztus után 50 és 100 között íródtak. Utána ezeket az íratokat összeszedték, összegyűjtötték, majd kanonizálták, tehát egy mérce alá tették, és ami a mércének megfelelt, azokat tették bele ugye a Bibliába. Az előadás alatt bemutatásra került több különböző nyelven írott Biblia is. A sorozat viszont nem áll meg, a következő könyvünnep júniusban lesz, akkor egy egész héten keresztül arról fognak szólni a programok.